Esebenő vagyok. 1980-tól 84-ig jártam értékelős gimnáziumba. Aztán a TFM szereztem testnőtanári diplomát, és vélhetően a véletlen folytán 1992-ben kerültem vissza testnőtanárként. Azóta is az iskolában dolgozom. 2005 óta vagyok az intézmény vezetője, és előtte 5 évig igazgatóhelyettesi feladatokat is elláttam. 1945-ben merült fel az az igény, hogy a térségben kell egy gimnázium, ami a helyi fiatalok, diákok továbbtanulását segíti, és közvetlenül a II. Világháború utáni időszakban kezdték meg a Csepel akkori vezetői a szervezést, és végül is a Pannonhalmi Szent Benedek rendi gimnáziumban együttműködve indították el a tanévet még ebben az évben, szeptember 8-án. ...1948-ban az államosítással a paptanároknak vissza kellett térni a Pannonhalmára. Ezután elkezdődött egy új tanári gárda szervezése, ami azt gondolom, hogy sikeresnek mondható, hiszen népszerű vált az iskola, rövid időn belül több helyszínen működött az alapítást követően, hiszen épület sem állt rendelkezésre. 3 kisebb épületben kezdődött meg a tanítás, míg 1952-ben adták át az iskolának a mai épületét, ami abban az időszakban az egyik legmodernebb iskolának számított Európában. Minden iskola büszkélkedhet híres diákokkal és tanárokkal, így van ez a Jedlikányos gimnázium esetében is. Leghíresebb tanárunk között említhetem dr. Vermes Miklós tanár volt, aki fizikát tanított, tankönyvíró volt, és nagyon nagy népszerűségnek örvendett. A akkori diákjai mai napig visszajönnek és emlegetik őt. Az iskola egyébként őrzi az ő tevékenységét is, eszközeiből emlékszoba működik, az általa használt tárgyakat, kísérleti eszközöket mai napig őrizzük. Kövesi Sándorné tanárnő biológiát tanított az iskolában, szintén egy nagyon szigorú, de igazságos tanár hírében állt. Dr. Magyar Béla tanár úr testnevelőtanár volt, sokan a pályájuk indítását is köszönhetik neki, többek között én is, mert ő hívott engem a Jedlikbe tanítani, miután elvégeztem az egyetemet. Megemlíthetjük még Hegyi Balázs tanár urat, aki magyar nyelv és irodalom szakos tanár, latin szakos tanár volt, Izsó Kálmánné tanárnő, magyar-orosz szakos tanárnő, az én osztályfőnököm is volt. Ők mind nagyon következetes és nagyon, nagyon rendszerető és gyerekeket támogató pedagógusok voltak. Diákok közül ugye lassan, most már 75 év alatt igen sok híres egykori diákot ki lehet emelni. Próbálok néhányat mondani. Dr. Csurgai Árpád nanotechnológus, villamosmérnök tartozik közéjük, Dr. Nagy Mihály atomfizikus, és az iskola hajdani diákja volt. Rost Andrea, operaénekesnő járt ide, Nepp József, aki híres rajzfilm rendező, számos politikus, sportol, Németh Ferenc, olimpiai bajnok, öttusázó, és hogy a közelmúltból is hozzak egy példát, Káli Gábor,
10 évvel ezelőtt végzett diákunk nagyon ígéretes nemzetközi karmesteri karrier előtt áll, hiszen ebben az évben Hongkongban megnyert egy nemzetközi karmesterversenyt. Képzési struktúra sokat változott természetesen az iskola élete során. Kiemelném a 8 évfolyamos osztályindítását, ez 1990-ben történt meg. Azóta is az iskola egyik legnépszerűbb és legjobb eredményeket produkáló oktatási formája. Ide azokat a diákokat várjuk, akik negyedikes általános iskolai évüket lezárták, és alkalmasnak gondolják magukat egy tehetséggondozó képzésben való részvételre. Természetesen központi írásbeli felvételt kell tenni, és ezen kívül szóbeli meghallgatás is vár valamennyi jedlikbe jelentkező diákra, a kis gimnazistákra is. A képzési forma a helyi igényeknek megfelelően változott. A 80-as évek elején elsősorban az informatika és az idegen nyelvek adták a változatosságot ebben a formában. Mára már 7 idegen nyelvet tanítunk az iskolában, angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz és latin nyelvet tanulnak a kisgimnazisták. Hosszú évek alatt természetesen kibővült ez a választási lehetőség, mert nem csak az informatika és az idegen nyelvek érdeklik a diákokat. 5 évvel ezelőtt álltunk be egy azonnal most már viszonylag stabil osztályokba rendező tagozatos képzés irányába, ami azt jelenti, hogy matematika tagozat és természettudományi tagozat fut együtt egy osztályképzési keretében. Itt a természettudományok alatt a fizikát, a kémiát és a biológiát kell érteni. Angol nyelvi tagozat, német nyelvi tagozat, informatika tagozat és egy élsportolói osztály a képzési kínálatunk, ahová sportági kötöttség nélkül jelentkezhetnek a diákok, tehát bármilyen, akár egyéni, akár csapatsportágat lehet űzni. Ez igazából egy fél osztály. Ezeket kínálja jelen pillanatban az iskola. Külföldi programok elsősorban a nyelvi képzéshez kapcsolódnak. Ezek közül mindenképpen ki kell emelnem egy 33 éves diákcsere kapcsolatot egy németországi középiskolával, ez a Hattingeni Holthausen gimnázium. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 20-22 diák minden évben elutazik egy cserepartnerhez Németországba, a családnál lakik, és 10 napig gyakorlatilag nagyon intenzíven tanulhatja és stabilizálhatja a német nyelvtudását. Ezek a partnerek az év másik felében viszont látogatnak Magyarországra, és a nyelvtanuláson kívül egy baráti kötelék is kialakul, megismerik egymás országát, a kultúrát, a hagyományokat. Ez egy nagyon népszerű, és a gyerekeket a mai napig is érdeklő program. Szeretnénk ezt kibővíteni egy
egy portugál csere kapcsolattal, ami ebben az évben indult először. Itt az angol nyelv a társalgási nyelv, és remélem, hogy hasonló hagyományokat tudhatunk majd magunk mögött a későbbiekben ezzel az iskolával is. Egyébként más utakat is szervezünk, 2-3 napos kirándulásokat angol nyelvterületekre, Franciaországba. Volt már például, hogy Olaszországban is jártak a diákok, tehát elsősorban a nyelvtanulás támogatására működnek külföldi utazások és kapcsolatok. Az iskolai munkaterv számos olyan elemet tartalmaz, ami a diákok aktivitását is igényli és feltételezi, illetve lehetőséget kapnak azok a tehetséges diákok az alapítvány nyújtott a támogatás igénybevételére. Ilyen például az egész évben működő olyan tevékenységeket mérő versenyek, amelyeknek a végén a Jedlik napok keretében díjazzuk a legtehetségesebb diákokat, itt közművelődésért, az egészséges életmódért, bármilyen alkotói tevékenységért és természetesen tanulmányi és sportversenyeken elért eredményekért díjazzuk a diákokat, amelyek bizonyos esetekben konkrét anyagi juttatásokat jelentenek, más esetben plaketteket, kupákat nyerhetnek a diákok, illetve tanítás nélküli munkanapokat is, amelyek nyilván a legnépszerűbbek a diákok körében. Gólyabál, szalagavatóbál, ezek azt gondolom, hogy méltán híres és meghatározó programja az iskolának, és a törvények szerint a diák önkormányzat rendelkezik egy tanítási nappal, amelyet a saját szervezésében töltenek el a diákok, természetesen tanári együttműködéssel. Ez hagyományaink szerint mindig az utolsó tanítási napra esik, ahol kulturális programok, filmvetítések, vetélkedők, sportversenyek, egészségnaphoz kötődő rendezvények is millió más témában kapcsolódhatnak ki a gyerekek, és ezzel zárjuk le a tanévet. Nagyon markáns jövendőbeli tervekről számolhatok be, ugyanis Magyarország kormánya úgy döntött, hogy a Weiss-Manfred terv keretében a Jedlikányos gimnázium egy 5 milliárd forintos felújítási, korszerűsítési projektben vehet részt. A mostani tervek szerint ez a következő tanévre lesz az utolsó, amit még a régi épületben töltünk. Ezt követően 2 évre elköltözünk egy közeli intézménybe, Csillagtelepre, amíg itt a munkálatok zajlanak, és mai állapot szerint 2020-ban visszatérünk egy új Jedlikányos gimnáziumban, ami már a 21. századi követelményeknek is megfelel, építészeti, technikai, oktatási struktúrákat érintő kérdésekben egyaránt. Miért szeretem a Jedliket? Azért, mert az életem egy meghatározó részét itt töltöttem. Itt voltam
diák, Csepelen születtem, itt nőttem föl, mindig a jegylik mindig valahogy szem előtt volt. Ha erre jártunk a szüleimmel, akár milyen tevékenységet végeztünk, mindig az iskola közelében mentünk el, tudtam, hogy itt van. Azt nem gondoltam, hogy ennyire szorosan fogok hozzá kötődni, de végül is sikerült ide beiratkoznom, és aztán visszatérni, és pedagógusként, és most intézményvezetőként is itt dolgozni. Azt gondolom, hogy azok közé, az emberek közé tartozom, akik az életüknek egy nagy részét az iskolában töltették, és ennek én kifejezetten örülök.